There are so many things that it's hard to translate. Annyi dolog van a földön, ami nagyon nehéz lefordítani, tolmácsolni. As I was driving here this morning. Ahogy jöttünk ide autóval ma reggel. And I'm trying to read Maya. Próbálom a magyar feliratokat olvasni. Some of your words are so long. Olyan hosszúak a magyar szavak. By the time I get to the end of it, I've passed the sign. I can't. Mire a végére értem egy városnévnek, már tovább mentünk. And so that can be a challenge. És ez egy kihívás néha. Now when you translate it, it's sometimes easier. Amikor fordítjuk, akkor lefordítjuk, akkor meg könnyebb. But translation isn't always 100%. De a fordítások nem mindig pontosak. One of the problems we Jewish people had 2000 years ago. Nekünk zsidóknak is lett egy problémánk úgy 2000 éve. God sent us prophets. Isten küldött hozzánk profétákat. One of them was called John the Immerser. És az egyiket úgy hívták, hogy Johannán a bemerítő. And of course, when you translate it into Hungarian, it becomes John of the Cross. És amikor lefordítjuk magyarra, akkor Keresztelő János lesz belőle. But originally, Immerser was his name in Hebrew, Yohanan HaMadbil. A Héberül ez így hangzik, Yohanan HaMadbil. And so I wanted to just take a second and read to you something in Hebrew. Hadd olvassak nektek fel valamit. Héberül. Just so that you can get a feeling of the difference of language. Mert a nyelvek azok nagyon-nagyon fontos dolgok. This is my wife's case. A feleségem ez a Bibliától, ez a szép. So you know Psalm 23. Ismeritek mindannyian a 23. Zsoltárt. Is it something you remember at all? Emlékeztek rá fejből a sorait? Yeah, the Lord is my shepherd, I will not want. Az Úr azért pásztorom, nem szűkölködöm. You know that one? Ismeritek? Some of you know it. How many know it? Hányan ismeritek? A few. Maybe you know the Lord's Prayer. Yeah. Ismeritek a mi atyánkot, az biztos. Ugye? Mindenki. That one you know. Mindenki? So, you know, Jesus spoke Hebrew. Jézus héber nyelven beszélt. You know this. Tudjuk. He lived in Israel. Izrael földjén élt. Before it was called Palestine. Méghozzá akkor, amikor még egyáltalán nem hívták Palesztinának. When the Romans conquered Israel. Amikor a rómaiak megszállták 70-ben Izrael földjét. The Jews were very strongly freedom fighters. A zsidók mindig nagy szabadságharcosok voltak. And they rebelled against the Romans. És ellenálltak a római világbirodalomnak is. The Romans didn't like that. És ez persze nem tetszett Rómának. It's kind of like Hungary and Austria. Tudjuk mondjuk az osztrák-magyar történelemből, hogy hogy vannak ezek a szabadságharcok. And so when the Romans destroyed the government, they gave the name of the country the name of the enemies of the Jews. És amikor a rómaiak végül felülkerekedtek, akkor bosszúból az ősi ellenség nevét adták ennek a földnek. So they asked some people, who are the biggest enemies of the Jews? Megkérdezték valakiktől, hogy kik a zsidók ősi ellenségei. And they looked in the Bible and they said, well, the Philistines are the biggest enemy in the Bible. Kinézték a Bibliából, hogy hát a filiszteusokkal volt mindig az ősi harc. And they said, good, we're going to call this country by the name of the Philistines. És azt mondták a rómaiak, hogy na jó, akkor nézze nektek, akkor majd az ellenségről nevezzük el a Szentföldet. Now the Philistines were Greek. Azonban a filiszteusok görög eredetű nép voltak. They came from Kriti and from Rhodos. Rodosz, Kréta környékéről származtak. They played bouzouki, they danced sirtaki, they drank ouzo. Görög kultúrájuk volt, sirtaki táncoltak, ouzot ittak. Goliath was one of these Philistines. S tudjátok, hogy Goliát is például egy volt a filiszteusok közül. But many, many years later, de sokkal később, sok évvel később, when Arabs invaded with the flag of Islam, évszázadokkal később, amikor az arab népek az iszlám zászlaja alatt megjelentek azon a földön. Just like they invaded here in Mohács. És tudjátok, ahogyan Magyarországon is, Mohácsnál, meg sok helyen itt voltak, és elnyomás alatt tartották a magyarokat. They took the Latin word for Philistine. Tehát a rómaiak fogták ezt a, vagyis az arabok, amikor oda mentek az iszlám égisze alatt, fogták ezt a nevet, hogy Filiszteus. Which in Latin is Palestina. Ami latinul úgy van, hogy Palestina. And eventually, within about 1300 years, és 1300 év elteltével, by the middle of the 20th century, 20. század közepére, Palestinian didn't mean Greek anymore.
teljesen átalakult ennek az eredetileg görögökhöz kapcsolódó név, és teljesen az arabokhoz kezdett kapcsolódni. So that's just another history of that term, where the term comes from. Ez csak egy kis történelmi áttekintés, hogy honnan jön ez a név. But what happened is, going back 2000 years ago, visszamegyünk megint 2000 évvel ezelőttre, God had prepared the Jewish people to bring a message to the world. Sőt, 5000 évvel ezelőttre, akkor tudjuk, hogy évezredeken át Isten fölkészített egy népet, hogy az ő üzenetét elvigyék a világnak. In the Bible it says that he was cultivating an olive tree. A Biblia egy ilyen gyönyörű képet használ, hogy Isten egy olajfát nevelgetett. And Romans 11 says this olive tree is the Jewish people. És a római levélben Szent Pál ezt az olajfát megmagyarázza ezt a képet, és azt mondja, hogy ez a zsidó nép. So he spent 1500 years giving us the Bible. Tehát 1500 éven keresztül folytonosan kijelentette önmagát a Szentírásban, a Bibliában. Teaching us about himself. Önmagáról tanított bennünket. Now you know, have you ever had a school teacher in school? Volt-e valaha olyan tanárotok az iskolában, says to behave, be very nice. Aki azt mondja nektek, hogy rendesen kell viselkedni? I'll tell you, there's a conspiracy in education. Ha nem tudtátok volna, eddig van egy konspiráció a tanárok között. Because we who are men, mi férfiak, we know how to play, we know how to fight. Mi szeretünk játszani, szeretünk harcolni. But only at your age do we learn how to sit still. De csak kamaszkorunkban tanuljuk azt, hogy hogy kell csöndbe mozdulás nélkül ülni. So God was training us. Isten minket is tanított, zsidókat. And then he said, I want you to go to the nations. És azt a hivatást adta nekünk, hogy menjünk el a világ népeihez. But the nations thought they knew everything they needed to know. Azonban a pogány népek úgy gondolták, hogy hát ők már mindent tudnak, minek valami új üzenet. So Paul shows up in Athens or in Rome. Itt van ez a Pál apostol, aki egyszer csak megjelenik Rómában vagy Athénban. And they say, you Jews are strange people. És azt mondják nekik a görögök, hogy ti furcsa emberek vagytok, ti zsidók. You worship an invisible God. Egy láthatatlan Istent imádtok. You cut a little piece off your penis. Körülmetélkedtek. And you think that God has chosen you. És azt hiszitek ettől, hogy ti választottak vagytok. And so when Paul spoke at the Areopagus Hill in Athens, they laughed at him. És amikor Szent Pál az Areopágoszon, Athénben beszélt, kinevették őt a görögök. But this one little Jewish man, he was balding, they say, historically. Azt mondják a történészek, hogy ez a Szent Pál egy kis kopaszodó, idősödő ember volt. Not very tall. Nem volt magas. Bad eyesight. Nem is volt túl jó a látása állítólag. But he came in as a revolutionary. Mégis egy forradalmárként jelent meg a pogány világban. But he brought a revolution to the whole Roman Empire. De az egész római birodalomban egy szellemi forradalmat indított az útjára. But what happened is, when all the people began to believe in Jesus. Azonban történt valami, amikor a pogány népek közül sokan elkezdtek hinni ebben a Jézusban, akit Pál hirdetett. Something happened called identity theft. Valami történt, amit ma az internetes világban úgy hívunk, hogy személyiséglopás. Has this happened to anyone here on computer? Tapasztaltatok ilyet a számítógépes világotokban? Anyone you know? Valakitől hallottatok ilyet, hogy csinálnak ilyeneket az interneten? Vagy? Not yet. Még nem. Szerencsére. Okay. You know, identity theft is when someone steals your credit card number, your name. Hát ez arról van szó, amikor valaki ellopja a személyigazolványodat, a bankkártyát, adatait. So what happened with the message of Yeshua? Mi történt a történelem során Yeshua üzenetével? That's his name, his original name in Hebrew. Mert héberül Jézus neve, Yeshua. People found it hard to say the name in Greece. Mi történt a nevével egyáltalán? A görögöknek ezt furcsa volt kimondani. So they couldn't say sh. Nem tudták kiejteni a s betűt. So instead of Yeshua, they said Yeshua. Mert hogy nincs a görögben, hanem elkezdték azt mondani, hogy Yeshua. And A is for women. És a görög nyelvben az ára végződő nevek, azok csak nőneműek lehetnek. So ezért odaraktak egy ezt a végére, hogy férfi legyen. We're not dealing with theology. És még mindig a nyelvek bonyodalmánál tartunk, nem is teológiáról beszélünk. We're dealing with young men under the age of 16. Mindig továbbra is a fiatal emberek világában vagyunk, mint ti. Who couldn't learn to say something in a different language.
Tehát nem tudták még megtanulni ezt új, egy más nyelven. And so what happened is slowly the picture of Yeshua changed from a Hebrew Messiah. Az történt a történelem során, hogy a héber messiás arca neve, who it says on the cross Inri, és tudjátok a kereszteken ott van ez a négy betű, ez az Inri. Yeshua of Nazareth, the king of the Jews. Yeshua Názáretből, aki a zsidók királya. And he became Jesus Christ, the king of the Gentiles. Mi történt vele? Jézus Krisztus lett belőle, aki a pogány népek királya, vagy ura. John the Immerser, a bemerítő János, vagy Johanan, someone who used a Jewish ceremony of immersing people, aki egy ősi zsidó szokás szerint merítette vízbe az embereket, became someone you would never recognize as being Jewish. Olyan valakivé vált, akire rá se ismer ma a világ, hogy ő valaha zsidó, vagy hogy ő zsidó. Jesus began to get a suntan. Jézus elkezdte elveszteni a barnaságát. And it turned his darker skin into a lighter color. Egyre világosabb lett a bőre valahogy. And his brown-black hair into blonde hair. És sötét barna, sötét színű hajából valami szőke lett. And eventually people say, well, Jesus belongs not to the Jews. És mi következett ebből a történelem során? Azt kezdték mondani a népek, az európai népek, hogy hát Jézus a miénk, nem a zsidóké. Not only this. Sőt. But people began to get afraid of Jews. Valahol az európai népek elkezdtek félni, tartani a zsidóktól. Here's a good word to learn. Mondok nektek egy szót, amit jó megtanulni. Xenophobia. Xenophobia. You know this word, anyone? Hallottátok ugye ezt a szót már? It means fear of the stranger. Azt jelenti magyarra fordítva, hogy az idegenektől való félelem. Remember, many people in Europe were pagans worshiping idols, yeah? Gondoljunk bele, hogy abban az időben Európa pogány népei bálványimádó népek voltak. And all of a sudden they became Christians. És egyszerre keresztényé tették őket. We say that if you are born in a bakery, it doesn't mean you're a kalács. Van egy vicc, hogyha valaki egy pékségbe születik, attól még nem lesz kalács. And so you had many people who officially were Christians, but had no faith in their heart. Tehát amikor a ilyen nemzeti szinteken váltak országok, keresztény országokká, ez nem jelentette azt, hogy minden egyes tagja annak a nemzetnek a szívében is hívővé vált. And what happens if you baptize an anti-Semite? Does that make him a Christian? Hogyha csak megkeresztelkedik valaki hivatalból, attól igazi hívő keresztény lesz feltétlenül. Going back 100 years in this country, hogyha visszatekintünk 100 évet Magyarország történelmében, you had the rise of the farmers' parties, megjelentek a kisgazda mozgalmak, and you had the rise of what became later the Arrow Cross Party. Megjelentek azok az antiszemita pártok, amiből később, évtizedekkel később kifejlődött a nyilas mozgalom. And these people said God hates the Jews. És ezek az emberek azt kezdték hirdetni, hogy Isten nem szereti, vagy sőt, mi több gyűlöli a zsidó népet. They're the enemies of Hungary. Ők Magyarország ellenségei. They're trying to control Hungary. Megpróbálják irányítani ezt az országot. But these people who said that also called themselves Christians. De ők, akik ilyeneket mondtak, kereszténynek mondták, tartották magukat. And so what we have is we have people hating the people of Jesus. És milyen képlet áll ebből össze? Az, hogy itt megjelennek emberek, akik gyűlölik Jézus népét. In the name of Jesus. Jézus nevében. So this is identity theft. Erről beszélek, amikor identitáslopásról beszélek. And what happened is for Jewish people, és milyen következménye volt ennek a zsidó népre nézve? We can't tell the difference between a Christian who hates Jews and a Christian who loves them. Kívülről ránézésre nem tudunk különbséget tenni az olyan keresztények között, akik tisztelik és szeretik a zsidó népet, és az olyanok között, akik gyűlölik, mert mind a kettő kereszténynek mondja magát. Jesus came to Budapest in 1944. Hogyha Jézus 1944-ben Budapestre jött volna, they would have put a yellow star on him. Őre is raktak volna sárga csillagot. And on John the Baptist.
és Bemedítő Jánosra is. And on all the 12 apostles. És mind a 12 apostolra is. So it's not enough to draw beautiful pictures on the cupola of a church dome. Nagyon fontos, hogy nem elég gyönyörű freskókat látni a templomoknak a kupoláiban. If you hate the same people who are on the pictures. Hogyha valaki gyűlöli ugyanazokat az embereket, akik ott vannak a képeken. So we could say that antisemitism was a poisoning of the wells. Úgy is mondhatnánk, hogy az antiszemitizmus olyan, mint egy megmérgezett kút. There are two streams in Hungarian history. A magyar történelemben is van két áramlat, szellemi áramlat. One appreciates the Jews. Van egy olyan szellemi áramlat, amely tiszteli a saját zsidó gyökereit, vagy a zsidó kultúrát és történelmet. For instance, the writer of the hymnos for Hungary, the national anthem. Ilyen volt például Kölcsey Ferenc, a himnosznak írója is. He said, I see parallels between Jewish history and Hungarian history. Aki meglátta, hogy nagyon sok hasonlóság van a zsidó nép évszázados szenvedései és a magyar nép szenvedései között. And so he based his hymnos on Jeremiah 32. És az egész magyar himnusz Jeremiás könyvének 32. fejezetére épül mint gyökér. So we could call that philo-Semitic or loving the Jewish people. Tehát Kölcsey egy olyan magyar tudós, vagy gondolkodó, vagy költő volt, aki szerette és tisztelte a zsidó kultúrát és hagyományokat. But on the other hand, you have things like the Arrow Cross. De Magyarország történelmében ott van a nyilas mozgalom is. And you know, sometimes these things don't fully get buried, but they still get resurrected. És az ilyenek, mint a nyilas mozgalom, előfordul, hogy ezek nem tűnnek el teljes mértékben, újra és újra felütik a fejüket. So there's a right and a wrong way. Tehát van egy választás, egy hamis és egy igaz út között. And we want to choose the right way. És mindannyian arra törekszünk, hogy jókat döntsünk, hogy jó mellett döntsünk. And so this is just a challenge for you. Ez egy kihívás a számotokra most. Which way do you want to be? Hogy ti a szellemi áramlatok közül melyik mellett teszitek le a voksotokat? I'm a Jew who believes in Jesus. Én olyan zsidó vagyok, aki hiszem, hogy Jézus a Messiás. So that means I'm part of the spiritual family of everyone who believes in Jesus. Ez azt jelenti, hogy én része vagyok annak a szellemi közösségnek, mindazokkal közösségben vagyok, akik szívükben hisznek Jézusban. You can choose your friends, but you can't always choose your family. És ugye tudjátok, hogy az ember a barátait meg tudja válogatni, de a családtagjait nem. Sometimes I'm embarrassed to some people in my family. És így, mint a szellemi családtagja, időnként nem mindig könnyű együtt lenni a családomban. But this is not Facebook. De most nem a Facebookon vagyunk. You can't unfriend your family. Nem lehet kiiktatni a saját családomat az életem valóságából. Although I know some cases where families have unfriended other people in the family. Bár tudom, hogy az egyház történelem során például sok ilyen történt, hogy kiraktunk egyes csoportokat a családból. You are actually in many senses the hope of Hungary. Hogyha rátok nézek, akkor látom, hogy bizonyos tekintetben ti vagytok Magyarország jövője és reménysége. Before you blink your eyes three times, mielőtt hármat pislantanátok, you're going to be grown up, felnőtté váltok, married, megházasodtok, hopefully to a woman, remélhetőleg egy asszony lesz a feleségetek. Gyerekeitek lesznek. And then you will be influencing this culture. És hatással lesztek erre a kultúrára, befolyásotok lesz. So what you choose to do, úgyhogy az, amit a szívetekben eldöntötök, about your own heart, amit a szívedről döntesz, regarding first of all a Jewish king named Jesus, elsősorban a zsidók királyával, Jézussal kapcsolatosan. Are you going to be a kalács, or are you going to be a believer? Hogy csak egy kalács leszel a pékségnek a polcain, vagy egy olyan személy, akinek igazi hite van. It's not automatic. Mert nem automatikusan öröklődik. It was never meant to be automatic. A kereszténység vagy a hit az nem olyan, ami öröklődik nemzedékről nemzedékre. And then what are you going to do about the people of Jesus according to the flesh? És a következő döntésetek az, hogy mit kezdetek azzal a néppel, akik Jézus testszerinti testvérei. Will you be an arrow in God's hands? Nyilat lesztek Isten kezében. And going out with the message of the cross?
most a jó értelembe vett nyílról beszélünk, akik kimentek az üzenettel. Or will you be an arrow cross? Vagy pedig nyilasok lesztek. This is a real choice for you. Ez egy nagyon valóságos döntés a számotokra. I think there's more pressure coming in this country. Az a benyomásunk, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik Magyarországra. And I live in Israel, we have a lot of pressure. És higgyetek el, Izraelből jövve mondhatom, hogy ránk is rengeteg nehéz nyomás nehezedik. But I think you need to make choices. De az embernek ilyen az élete, hogy döntenie kell. Some of you have made them already. És tudom, hogy van köztetek, aki döntött már. But I just want to encourage you to make good choices. De most arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy igaz és jó döntéseket hozzatok. Jesus. Én úgy nőttem föl, hogy eszembe se jutott, hogy komolyan vegyem, vagy foglalkozzak Jézus személyével. Voltak olyan családtagjaim, akiket Auschwitzban meggyilkoltak, Lengyelországban is, és Ukrajnában is vesztettem el családtagokat. Done for hundreds of years, usually with a sign of the cross. És a nagymamámtól én azt hallottam, hogy mindezt a kereszt jelében és nevében tették a népemmel. So when I would look at the cross, it was like looking at the swastika. Tehát nekem a kereszt az majdnem, hogy a horog kereszttel volt egyenlő, sőt azzal. Nobody I knew who called themselves Christian ever talked to me about Jesus. Soha egyetlen keresztény sem jött hozzám, hogy Jézus igazi üzenetét bemutassa nekem. And I didn't see anyone whose life had been changed by Jesus. És olyanokkal se találkoztam, akiknek láttam volna az életén valami nagy szellemi változást, aki kereszténynek mondtam. I began to look in the New Age. Mindenféle New Age-es dologgal kezdtem foglalkozni. In the occult. Okkult dolgokkal is, in Satanism, sőt még a sátánizmussal is, and I began to see that there's a spiritual reality, és azt kezdtem felfedezni, hogy a materiális világon túl van egy láthatatlan szellemi valóság. But not all of it is good or clean. És azt is megértettem, hogy ennek nem minden eleme vagy összetevője jó és tiszta. And then I met a man who had been a Christian for years but had never believed. Aztán találkoztam egy emberrel, aki hosszú évek óta keresztény volt. And he told me, he said, you should find out about Jesus. És azt mondta nekem, hogy miért nem tudok meg többet Jézusról. Since he was for the Jewish people. És azt mondta nekem, hogy ő a zsidó néphez jött el. And you can have a personal relationship with God through him. És azt mondta még, hogy Jézuson keresztül személyes kapcsolat vezet az Atyához, Istenhez. So I said I've tried everything else. És mondtam magamban, hogy hát én már annyi minden más kipróbáltam. Let me see about this person. Tegyük egy próbát Jézussal is. So I started reading Matthew. Elkezdtem olvasni a Máté evangéliumát. Jesus said it's not what goes into a man that makes him unclean, but what comes out of his heart. Jézus azt mondta, hogy nem azt tesz egy ember tisztátalanná, amit megeszik, hanem ami a szívéből származik. And so eventually I asked God, if this is true, if Jesus is who he really is. És a végén úgy döntöttem, hogy párbeszédbe kezdek Istennel, és megkérdezem tőle, hogy ki ez a Jézus. Would he forgive my sins and come into my life? És amikor felfedeztem, hogy ő kicsoda, akkor bocsánatot kértem tőle az életem szennyéért, bűneiért. I prayed this on a bus. Emlékszem, egy buszon voltam, amikor ezt az imát magamban elmondtam. And all of a sudden the presence of God came into my life. És abban a pillanatban úgy éreztem, hogy beáramlik az életemben az Isten jelenléte. And I was shocked. Megdöbbentett. And I knew if I died, I would be with God forever. És tudtam, ha most meg kéne halnom, akkor már az örök életre is Isten jelenléte. Úgy gondoltam, hogy rajtam kívül nincs mi olyan zsidó ezen a földön, aki hisz Jézusban. És egy kis idő eltelt, amíg rájöttem, hogy az egész Bibliát zsidók írták. Jesus is not coming back to Moscow. És hogy Jézus, amikor visszatér erre a földre, akkor nem Moszkvába fog érkezni. Or to Washington. Se nem Washingtonba. Or to Esztergomba. Se nem Esztergomba. But to Jerusalem. Hanem Jeruzsálembe. So I began to learn about the Jewishness of the gospel. Tehát egyre inkább kezdtem felfedezni, hogy mennyire zsidó az Új Szövetség és az Evangélium is. God told me to go to the Jewish people first. És Isten arra bátorított az írásokból, hogy menjek először saját népemhez, Izrael népéhez. De egyben a Föld végső határaiig is küld engem, hogy tanít lennem. És ebbe beletartozik Magyarországon is. És nem elmondom.